Nyissuk ki Bibliánkot János Evangélium a 10. fejezetéhez. A mai alkalommal egy kicsit a jó pásztorról, és az azzal kapcsolatos, ezzel a Biblia verssel kapcsolatos szakaszról szeretnék szólni. János Evangélium a 10. fejezetéből olvasom, a 16-os verssel bezárulok. Ezt mondja az Úr Jézus, bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, vagy megy be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Ezt a példázatot mondta nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szólt nékik. Újra mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, vagy üdvözül, és bejár és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut, és a farkas elragadja azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, azokat is vezetnem kell, és hallgatnak majd az én szavamra, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Testvéreim, az Úr Jézus azt mondotta, hogy aki nem az ajtón megy be, az mind tolvaj és rabló. Nagyon kemény kijelentés ez. Mit jelent az, hogy nem az ajtón megy be? Jézus Krisztus az ajtó. A gyülekezetben, a közösségben, az egyházban. De még mondjuk azt, hogy egy keresztény családban is. Aki nem Krisztuson keresztül lép be a gyülekezetbe, nem Krisztus lelkületével, nem a Krisztus mércéje szerint, az bizonyos értelemben tolvaj és rabló. Aki megkerüli a törvényes rendet egy közösségben, vagy egy gyülekezetben, és úgy próbálja az akaratát érvényesíteni. Vajon arról is elmondhatjuk, hogy tolvaj és rabló? Gondoljuk ezt végig? Nem szeretnék ebbe belemenni, mert nem ez a lényeg most, nem a részletek, hanem csak az alapelvek. Aki az ajtón megy be a gyülekezetbe, a közösségbe, a családba, az Krisztuson keresztül lép be. Olyan szándékkal, amilyen Krisztusnak van. Azokkal a gondolatokkal, lelkülettel, indítékokkal, amely Krisztustól való. Az ígét megélve és bemutatva, aszerint élve. Nem csak Krisztusért akar dolgozni, aki az ajtón lép be, hanem Krisztussal együtt. Ez azt jelenti, hogy megmarad a fej irányítása alatt. Krisztus a fej, és mi vagyunk a tagjai. Senki ne akarjon a fej helyére lépni. Mert Krisztus a fej. Az egyházban, a gyülekezetben. Maradjon a fej irányítása alatt mindenki. Közvetlen, élő kapcsolatban legyen Urunk Jézus Krisztussal.
Azzal a szeretettel szolgáljon, ami Krisztustól való, az ima és az önátadás által. Az, aki az ajtón megy be, az a bűnt nem hallgatja el. Szeretettel az Isten igéjének útmutatása szerint figyelmezteti azt, aki vétkezik. Nem azért, hogy fölé kerekedjen és legyőzze őt, hanem azért, hogy megmentse iránta való szeretetből. És azért, hogy a gyülekezetet is, az Isten közösségét, az Isten népét is megóvja a bűn pusztító kovászától. Az, aki az ajtó megy be az Isten igéjének igazságától, nem tér el egy jottányit sem. Nem enged egyik vagy másik irányba, mert megértette, hogy Atyám, a te igéd igazság, mondta Jézus. És megértette, hogy Jézus Krisztus maga az igazság. Most egy kicsit nehezebb kérdést teszek föl, nehezebb rá a választ megadni. Elmondhatjuk-e azt, hogyha valaki nem vált krisztusi emberré, és úgy próbál szolgálni, úgy lép be a gyülekezetbe, az bizonyos értelemben tolva és rabló. Hát melyikünk az, aki elmondhatja azt, hogy krisztusi emberré vált? Kedves testvéreim, sajnos sok esetben azt kell mondanom, hogy igen. Hogyha a szívünkben van egy talpalatnyi hely, ahol az ellenség megvetheti a lábát, egy le nem mondott szenvedély, egy önző akarat érvényesítése, egy önfejűség vagy megalkuvás, vagy bármi, azon keresztül beléphet az ellenség és rombolhat a gyülekezetben és a közösségben. A megszentelődést nem lehet Biblia ismerettel, tudással vagy tapasztalattal pótolni. A balga szűzeknek éppen az a problémájuk a 10 szűzről szóló példázatban, hogy nincsen tartalékolajuk az edényükben, a szívükben. A Szentlélekkel nincsenek közösségben, mert ahol bűn van, ott az Isten nem lehet jelen. Megszakadt az életükben az Istennel való kapcsolat és szolgálat. Nincs olajuk. Ezért nem szentelődtek meg a vőlegény találkozására, érkezésére. Vajon én az ajtón, Krisztuson átlépek be a családomba, a gyülekezetbe, a munkahelyemre? Mert aki nem az ajtón megy be, az tolvaj és rabló. Valamivel, vagy valamiben meglopja az övéit. Mivel lehet meglopni? Például adós marad a testvéri szeretettel. A szolgáló szeretettel, Krisztus szeretetével, vagy akaratát érvényesíti a családban és a gyülekezetben, a saját belátása szerint. Így a közösség karizmáinak, amit az Isten ad egyenként nektek, annak az összehordása nem történhet meg. Emiatt. Tehát tolva és rabló az ilyen. Az ige fényében szembesülésre jutott hívő embernek két választási lehetősége maradt. Melyik ez a kettő? Nem olyan nehéz. Az egyik lehetőség az, hogy ezek után is az ember megmagyarázza önmagának, és azt mondja, hogy hát ez így jó, ezért és ezért, szerintem továbbra is élhetünk így, berendezkedhetünk, úgy, hogy kiegyezünk a bűnnel, vagy az igazságtól eltérünk, vagy a szeretet róvására érvényesítünk elveket. És akkor marad a tolva és a rabló szerep, marad a rombolás a családban, a gyülekezetben, a közösségben és a munkahelyen. A másik lehetőség, hogy az illető keresi az Urat, keresi az Istennel való kapcsolatot, és ráesik a sziklára, Krisztusra, és megtér. Meghal önmaga számára, a saját szempontjai számára, és azt mondja, Uram, mit akarsz, hogy mit cselekedjen, mint ahogy Pál apostol a damaszkuszi úton. Meghal önmaga számára, és olyanná lesz, mint egy ártatlan kisgyermek. Hát csak a legkisebb fiamat nézem, ő már azért van benne huncutság, de úgy az a szeretet, vagy az a ragaszkodás, bizalom, ami a legkisebb fiamban van, azok iránt, akik szeretik őt, az valami kimondhatatlan. Mi jellemzi még a kisgyermeket? Az, hogy tanítható.
Nem jelenti azt, hogy valaki akkor nem lehet a tanító a gyülekezetben, de legyen tanítható továbbra is az igéből, Krisztus által, mert Krisztus az egyetlen tanítunk. Azt mondja Jézus, ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Isten országába. Milyen még egy kisgyermek? Szeretetre vágyik. Azt viszonozza. Őszinte azzal, akit szeret, és akiben bízik, nem a félelmek, hanem a bizalom légkörében él. Könnyen meg tud bocsájtani. Hamar elfelejti a bántalmait. Odafut az édesanyjához, és nála keres menedéket. Így kellene mi is a Jóistenhez szaladjunk. Kedves testvéreim, harmadik lehetőség nincs. Aki elhagyja a gyülekezetet megtérés nélkül, és máshová megy, az a saját rabló és tolvaj szerepét tovább viszi oda, ahová megy. Hogyha a szívét nem adta teljesen át Krisztusnak, ott is ugyanezt a munkát fogja folytatni. Megtérés nélkül. Tudjátok, az utóbbi időben Ezekiel könyvét, meg Jeremiás könyvét olvastam, és úgy megrendített engem az, hogy az izraeliták az Isten törvényének a fényében is, mikor azt félretették, amikor az Isten igére nem hallgattak és a prófétákra, oda jutottak, hogy a környező népek bálványimádásai átvették, és egy idő után a saját gyermekeiket is feláldozták a bálványoknak. Most már elnézést kérek, hogy ilyeneket mondok, de hát ez van leírva. És azt kérdeztem magamtól, hogy lehet ide süllyedni? És tudjátok, hogy milyen gondolatom jött? Minden édesapa és édesanya, aki a szívét nem adta át Krisztusnak, és nem esett rá a kősziklára, lassan, de biztosan föláldozza a gyermekeit Baál oltárán, a magatartásával, a hozzuk való viszonyával, lassan, de biztosan. És ez azért van megírva. Ez azért van megírva, hogy mi ezen az úton ne járjunk. Mindannyian tudjuk, mit jelent kereszténynek lenni. A keresztény szó nem a kereszt szóból, hanem a Krisztiánosz, a krisztusi szóból származik. Hasonló Krisztushoz. A keresztény olyan, mint Krisztus. Mit jelent az a kifejezés, hogy Mikael, tehát a Mihael Jézusnak az egyik neve, azt jelenti, hogy aki olyan, mint Isten. A keresztény legyen olyan, mint Krisztus, mert Krisztus olyan, mint az Atya. A Jóisten egyik lényeges célja velünk, hogy az Istenhez való hasonlatosságunk és képmásunk teljesen helyreálljon ő általa. De nem csak úgy, mint egyén, mert egyénenként nem fog helyreállni közösség nélkül, krisztusi közösség nélkül, hanem úgy is, mint Isten népe álljon helyre ez a közösség, és ez az Istenhez való hasonlatosság, hogy amint a fiú és az atya szeretik egymást, és a fiú mindent átad az atyának, és az atya mindent visszaad a fiúnak, és kölcsönös bizalomban, szeretetben szolgálnak, úgy tanuljunk meg mi is egymásnak szolgálni, és egymást szeretni és befogadni. A vele való személyes bizalmi kapcsolat és a neki való föltétlen engedelmesség nyomán áll helyre ez az Isten képiség az életünkben. De nézzünk még más szerepeket, illetve szolgálatokat is a felolvasott evangéliumi rész alapján. Ki az ajtón álló? Azt gondolom, hogy teljesen kézenfekvő, hogy az ajtón álló az, aki a legközelebb áll az ajtóhoz. Az ajtón álló az, aki a legközelebb áll Krisztushoz. Mert Krisztus az ajtó. És Krisztuson keresztül léphetünk be a gyülekezetbe és a közösségbe. A kérdés csupán az, hogy ki áll közülünk a legközelebb Krisztushoz. Mert az fogja megnyitni az ajtót Krisztusnak. És akkor Krisztus belép a gyülekezetbe, és ott abszolút úr, abszolút hatalommal rendelkező úr lesz mindenki életében.
Hát az ajtón állónak a feladata leginkább a lelkésznek, a prédikátornak, a gyülekezeti vénnek, gyülekezeti vezetőnek lenne. Ő kell, hogy a legközelebb álljon Krisztushoz, az Isten igéjének útmutatása szerint, hiszen Mózes 3. könyvében azt mondja az Úr, az Ószövetségben ezek a papok voltak, hogy akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és azokban kell megdicsőítetnem, és ezek a papok voltak. Természetesen nem csak kizárólag, bárki lehet, aki ajtót tud nyitni Krisztusnak, lehet ajtón álló, de van egy gyülekezeti rend, amelyben ennek meg kellene nyilatkozni, hogyha Krisztussal járunk és Krisztussal élünk. Azok, akik az ajtón álló feladatát, szolgálatát betöltik, azok saját magukból Krisztus jó illatát kellene, hogy árasszák. Krisztus jellemének az arányosságát kellene, hogy bemutassák a gyülekezetben. Jó lelkülettel mindent tegyenek meg az ajtón állók azért, hogy a menny légköre valósulhasson meg a gyülekezetben. Nézzük tovább. János 10:2-5 ismét felolvasom. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára. És a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegennek a hangját. A juhok készségesen hallgatnak a jó pásztor szavára és hangjára is. A jó pásztor szavára és hangjára is figyelnek a juhok. Arról ismerhető fel a pásztor, a jó pásztor a szaváról és a hangjáról. Az idegentől elfutnak, mert az idegen hangját nem ismerik. Szeretnék még szólni a jó pásztorról mindjárt. A lényeg az, hogy a jó pásztor az életét adja a juhokért. Erről ismerhető fel, erről a szeretetről. Hogy kész az életét is odaadni, és nyilván elsősorban és mindenek előtt ez Jézus Krisztusra vonatkozik ez a jelkép. Másra nem. Sajnos testvéreim, lehet az Isten igéjét tökéletesnek látszóan hirdetni, de nem jó lelkülettel. Önfeláldozó szeretet nélkül. Dogmatikailag, hitelvileg lehet tökéletes egy ige hirdetés. De ha a lelkületében rideg, vagy az, aki azt hirdeti, a magatartásával, cselekedeteivel megtagadja azt, akkor az valóban a jó pásztor hangja, testvérei? Nem a jó pásztor hangja, és nem a jó pásztor szava. A juhok az idegen hangjától elfutnak, mert nem ismerik az idegennek a hangját. A jó pásztor viszont nevükön szólítja őket. Ez azt jelenti, hogy személyesen ismeri őket, név szerint. Ismeri mindegyiknek a küzdelmét, bukásait, törekvéseit, szándékait. A név a személyiség hordozója, ezért nem mindegy, hogy a gyermekeinknek milyen nevet adunk. Mert a név kifejezi azt, hogy ki vagy. Én hiszem azt, hogy a mennyek országában valamennyien, akik ott leszünk, vagy ott lesznek, új nevet fognak kapni. Erről ír a Jelenések könyve is. Egy új nevet. Nézzétek, Péter is kapott egy új nevet. Simon, a Kéfás nevet kapta. És még folytathatnánk a sort. A név az kifejezi azt, hogy kik vagyunk. Miután a jó pásztor nevükön szólítja övéit, azután kivezeti őket. Kiereszti a juhait és előttük megy. Csodálatos ez a kép. Jézus jön és kiragadja az övéit a tolvajok, a rablók és a béresek kezéből. Ez egy hatalmas vigasztalás, nem? Jézus jön, és kiragadja az övéit, és kiereszti őket, szabaddá teszi őket, legelőre, ahol bőségesen kapnak táplálékot,
mindent megad nekik, amire szükségük van. A juhok pedig követik őt, mert ismerik a hangját. Mielőtt megvizsgálnánk azt, hogy milyen a jó pásztor hangja, előbb olvassuk el János 10. fejezetéből, még olvassunk el néhány bibliaverset. Azt mondja az Úr Jézus, mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, nem hallgattak rájuk a juhok. Kedves testvéreim, ha valakire nem hallgatnak a juhok, akkor talán ajánlatos az, hogy nézzen az Isten igéjének a tükrébe bele. Hogy vajon miért nem hallgatnak rá a juhok? Lássa meg a valódi állapotát, végezzen igazi önreflexiót az Isten igéjének a fényében, tartson bűnbánatot, legyen adját a szívét Krisztusnak, és utána rajta keresztül is szólhat az Úr. Ha ismét Krisztus élet, akkor ismét rajta keresztül szólhat az Úr. A 10. fejezet 9. verse. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, üdvözül, és bejár, kijár majd, és legelőt talál. Megtartatik, azaz üdvözül. Bejár és kijár. Szabaddá lesz Krisztusban. Nincs többé férfi vagy nő, görög vagy zsidó, hanem ti mindannyian egyek vagytok Krisztusban. Mit jelent az, hogy legelőre talál? Mindig tudja, hogy hova kell fordulnia lelki eledelért. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely Isten ajkára való. Az Isten igéhez fordul eledelért. És annál kevesebbel nem éri be. Ahhoz fordul naponta világosságért, útmutatásért és lelki táplálékért. Ezután az Isten igéje három másik csoportot mutat be. Miről ismerhető fel a tolvaj, a rabló és a béres? Először nézzük a bérest, János 10.12-ben. A béres pedig, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut, és a farkas elragadja azokat, és elszélesztje a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Tehát láthatjuk, hogy a béresnek nincs gondja a juhokra, és amikor jön a farkas, amikor a problémák föltámadnak, akkor elmenekül előlük. Valami más megoldásba. Menekül a problémák elől. Azokkal nem képes szembenézni, nem szembesül, nem nevezi néven a bűnt, és nem tud gyógyítani, mert csak a jó pásztor tud gyógyítani. Legfeljebb menedzseli a gyülekezetet, vagy ügyintéző a gyülekezetbe. Most Ezekiel könyvében van egy leírás a 34. fejezetben, hogy mit tesz Isten azokkal, akiknek nincsen gondjuk a juhokra. És mi lesz a juhoknak a sorsa? Isten hogyan fogja őket vezetni személyesen? 34. fejezet 11-12. versét olvasom először. Mert így szól az Úristen, íme én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszélett juhai között. Így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, ahová szétszóródtak a felhőnek és a borúnak napján. És akkor a 15. verstől, én magam legeltetem nyájamat, és én nyugosztam meg őket, ezt mondja az Úristen. Az elveszettet megkeresem, az elűzöttet visszahozom, és a megtöröttet kötözgetem, és a beteget erősítem, és a kövért és erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik, az igazság szerint, másik fordítás szerint. Ti pedig, én juhaim, így szól az Úristen, íme én titeket teszlek jó, ítéletet teszek jó és jó között, a kosok és bakok között. Avagy kevésen néktek, hogy a jó legelőt legelitek, hogy még a legelőitek maradékát lábaitokkal eltapodjátok. És hogy a víz tisztáját isszátok, hogy még a maradékát lábaitokkal felzavarjátok.
és az én juhaim a ti lábaitok tapodását legelik, a lábaitok zavarását isszák. Annak okáit így szól az Úristen hozzájuk, íme én teszek ítéletet kövér és ösztövér juh között. Mivel, hogy oldallal és vállal eltaszítok, és szarvaitokkal elökleltek minden erőtelent, míg szétszóródván azokat kiűzitek, és megtartom az én juhaimat, hogy többé ne legyenek zsákmányul, és ítéletet teszek juh és juh között, mondja az Úr. A béresnek nincs gondja a juhokra, nem keresi fel őket, nem imádkozik értük, nem ismeri őket személyesen. És amikor jön az ellenség, akkor elfut. A jó pásztor a béressel szemben ismeri a juhokat annyira, hogy azok az övéi. Olyan módon is, hogy személyes kapcsolatban vannak vele, és olyan módon is ismeri, és olyan módon az övéi, hogy Krisztus az életét adta értük, és így a tulajdonaivá lettek. Mi elrettenünk attól a kifejezéstől, hogy valakinek a tulajdonává legyünk. Hát a bűn világában hát semmiképpen ne legyünk senkinek a tulajdonává, mert az borzasztó. De Jézus Krisztus esetében, aki bizonyította, hogy Istenként, Isten fiaként is képes volt az isteni örök életét letenni, és a kereszten a második halál borzalmait elszenvedni értünk, hát az ő szeretetében nem kételkedhetünk. Ha azt mondja Krisztus, hogy megszabadított, és a saját tulajdonai lettünk, ez azt jelenti, hogy szabadokká lettünk Krisztusban. Nem azt jelenti, hogy rabszolgák lettünk, hanem szabadokká lettünk, hogy az Isten törvényei szerint éljünk, és ne a bűn törvényei szerint. Nézzük egy kicsit tovább. Ha vannak béresek, tolvajok és rablók, akkor a jó pásztor jelenléte annál igazabb. Tehát akkor, ha vannak tolvajok és rablók és béresek egy gyülekezetben, egy közösségben, vagy Isten egyházában, akkor annál biztosabb, hogy a jó pásztor is van. Egyik a másik nélkül nincs a példázatban. És Jézus maga a jó pásztor. És a jó pásztor pedig vezetni fogja az övéit. Nagyon kívánatos lenne, hogy a jó pásztor, aki bizonyította, hogy az élete feláldozása árán is szereti a juhokat, jó lenne, hogy mindannyian a jó pásztor szavára hallgassunk is, neki engedelmeskedjünk. Talán még a jó pásztor hangjáról és szaváról egy-két gondolatot, és ezzel bezárom a mai igehirdetést. Milyen a jó pásztor hangja? A jó pásztor hangja szelíd, de határozott. Egyenes beszéd. Nem köntörfalazik. A ti beszédetek legyen igen, igen, nem, nem. Igen, igen, úgy, úgy. Ami azon felül van, az a gonosztól való. Az ő szava nem tér el a Biblia szavától. A jó pásztor hangja áldozatos szeretetből fakad, mert életét adja a juhokért, és életét adta. Mivel kieresztje a juhait, ez azt is jelenti, hogy nem uralkodik fölöttük, nem uralja őket negatív értelemben, hanem szabaddá teszi őket. Kieresztje őket a legelőre. Alkalmas időben ad nekik eledelt, és megfelelő eledelt ad. Nem parancsolgató, nem hátulról terelgeti a juhait utasításokkal, levelekkel, vagy nem tudom milyen módszerekkel. De mégis vezető, iránymutató, és a juhok hallgatni fognak az ő szavára. Ő vezeti őket, és végül lesz egy nyáj és egy pásztor. Adja meg a mindenható Isten, hogy mi mindannyian szeretteinkkel, családtagjainkkal együtt a jó pásztor hangját meghalljuk, és egyedül az ő szavára, hangjára figyelve tudjuk élni a gyülekezeti, közösségi, családi és egyéb területen megnyilatkozó életünket. Amen.